Korábban a tamási adventi rendezvény alkalmával hallhatták az érdeklődők a Csokonai díjas Tamási koncert fúvós zenekart játszani, akiknek a tavalyi éve már a megszokott rendszerint alakult, miután a covidos időszakot követően újra rendszeressé váltak a próbák. Azt hiszem, hogy pont januárban volt az az időszak, amikor feloldották a korlátozásokat, úgyhogy januártól el is tudtuk kezdeni a felkészülést, és igazából volt is mire, hiszen júniusban tartottunk egy fiesztát, úgymond, hiszen a 2022-ben ünnepelte a zenekar a fennállásának a 60. évfordulóját, úgyhogy erre egy háromnapos rendezvénnyel készültünk. Az első napon volt egy beltéri nagy koncertünk, úgymond, amire egy nagyon erős és színvonalas műsorral készültünk, arra nagyon sokat próbáltunk, tulajdonképpen már január óta. Aztán szombaton volt egy kicsit lazább nap, akkor ugye több zenekart is meghívtunk, az volt inkább ilyen fiesta jellegű, ott inkább térzenei koncertet adtunk mi is, és a több zenekar is. És akkor vasárnap volt egy öregzenész találkozó, ahol a régi tagokkal, akik már nem aktív részei a zenekarnak, velük adtunk egy kicsit azért még könnyedebb jellegű hangverseny, szóval azért volt mire készülni, jól sikerült a felkészülési időszak, hál' Istennek. A 60 éves múlttal rendelkező zenekar nehéz időket is megélt, volt, hogy a tagok létszáma csak 12 fő volt, de még így is sikerült megőrizni az együttest. A városban működő zeneiskola diákjai közül sokan kerülnek be a koncert fúvós zenekar tagjai közé. A mostani aktív létszámunk az, azt gondolom, hogy adventi koncertünk volt az utolsó vasárnap, ott azt gondolom, hogy voltunk egy 30-an körülbelül. Tehát az elmondható, hogy most az egy ilyen beállt dolog. Az évet azért két részre lehet bontani, ugyanis ameddig tartott a fiesta, addig eléggé aktív volt mindenki, hál' Istennek. Tehát arra igazából a fő attrakcióra sikerült jól összerázni a bandát. Aztán a nyáron azért le is szoktunk egy picit állni egy másfél hónapra, hogy egy kicsit úgy mindenki kipihenje ugye a dolgokat. Ez meg is történt, és akkor ősszel újraindulni, újrakezdeni megint egy kicsit nehezebb. Felpörögni itt az év végére. Tehát azt mondom, hogy az év vége fele nehezebb volt összeszedni a csapatot, de azt gondolom, hogy viszont az év eleje az már nagyon pozitív volt, de itt azért nagy szerepe volt annak, hogy volt miért dolgoznunk. Tehát azért ez egy olyan esemény volt, amit azt gondolom, mindenki várt, mindenki készült rá. Úgyhogy nyilván ez mindig fontos, hogy legyen mire készülni, mire készülünk, ugyanis hogyha nincs cél, akkor azért kevésbé lelkesek a tagok. Most még itt nagyon elején vagyunk az évnek, most valószínűleg le kell ülnünk az egyesület, illetve a zenekarnak a vezetőségével, vezetőségi tagokkal, és átbeszélnünk, hogy mik azok a célok, amiket így akár így megfogalmazhatunk így erre az évre vonatkozólag. Nyilván vannak tervek, konkrét terv is van, tehát szeretnénk azért a közeljövőben egy nagyobb kaliberű koncertet adni ismét a művelődési központba, arra azt hiszem, hogy májusban fog sor kerülni. És akkor majd itt a nyára vonatkozólag most is azt gondolom, hogy augusztusban lesz egy ilyen úgymond uborka szezon, de előtte azért szeretnénk valami különlegeset adni a közönségnek is, a zenekar tagjainak is, még tervezés alatt állnak a dolgok. Igazából a zeneiskola a motorja ennek a zenekarnak. Hál' Istennek azért azok a fiatalok, akiket úgy látunk, hogy alkalmasak erre
feladatra, úgymond, ha nevezhetjük feladatnak, azok általában szívesen jönnek. Tehát azt gondolom, hogy ők már valószínűleg valamilyen úton-módon azért találkozhattak akár a koncerteken a zenekarra, tehát valószínűleg tudják, hogy miről van szó. Így nagyon szívesen jönnek. Igaz, hogy az eleinte általában nagy feladat szokott nekik lenni maga a beilleszkedés, akár szakmailag, akár ugye itt nagyon sok felnőtt van, idősebb korosztályból is, tehát a közösségbe is beilleszkedni. De azt gondolom, hogy egy ilyen fél év után már úgy általában szokott működni a dolog. A zenekar célja mindig is az volt, hogy a lehető legtöbbet és legjobbat hozzák ki magukból fellépéseik alkalmával. Legyen szó egy egyszerű városi rendezvényről, vagy egy nívósabb nagy koncertről. Azt gondolom, hogy ha tesszük a dolgunkat, és mindenki lelkesen oda teszi magát, akkor ezek az eredmények általában azért így jönnek. Most persze az, hogy ha megcélzünk egy versenyt akár belföldön, akár külföldön is, és olyan szándékkal megyünk oda, hogy valamit el szeretnénk érni, az egy más történet, de az, hogy akár a város részéről kapunk olyan elismerést vagy kitüntetést, amire esetleg nem számítottunk, azt gondolom, hogy az inkább csak egy plusz vagy egy visszajelzés arra, hogy jól csináljuk a dolgunkat, viszont én el is mondtam a zenekarnak, hogy ez egyben azért teher is, meg felelősség is, ugyanis ez most akkor azt jelenti, hogy vagy rá kell tennünk még egy lapáttal, vagy pedig ugyanazt a színvonalat kell hoznunk, amit eddig elvárt tőlünk a közönség is, vagy akár a szakértők, vagy akárki. Az együttes legutóbbi elismerése a Tamási Város Közösségért cím, amit a tavaly október 23-ai ünnepség keretében vehetett át. Amit az utóbbi években nagyon lelkesen és tisztességesen teszi a zenekar a dolgát, akár a városi fellépésekről van szó, vagy ugye jártunk külföldön is versenyen, tehát tulajdonképpen azért mondhatom azt, hogy rászolgáltunk a díjra. A számos díjjal büszkélkedhető zenekar a működéshez az önkormányzat jóvoltából sok támogatást kap, de saját forrásaik is vannak. Egyrészt a magának a Tamási Fúvós Egyletnek, aki a zenekar mögött áll, neki is van költségvetése, és a Tamási Fúvós Zenekarért Alapítványnak is. Nyilván itt több összetevős a dolog. Az önkormányzat részéről is kapunk támogatást, különböző pályázatokból is, adományokból tevődnek össze ezek a dolgok. Hát azért egyébként nagyon szoktuk figyelni a pályázatokat, mert mindig főleg a célzottakat. A népszerű Tamási Koncert Fúvós Zenekar a tervek szerint 2023-ban számos koncerttel várja a nagy közönséget.